A jövőre felmenő rendszerben induló új szakképzési törvény értelmében a diákok már érettségit és szakmunkás bizonyítványt adó technikumban és szintén szakmai bizonyítványt adó szakképzőiskolákban tanulhatnak. Az átalakítás célja, hogy modern a gazdaság munkaerőigényeihez alkalmazkodó szakképzési rendszer jöjjön létre. A Szekszárdi Szakképzési Centrumnál pedig nem kisebb célt tűztek ki, mint hogy néhány éven belül az ország legjobb szakképzőiskola hálózatává váljanak. Ehhez pedig arra van szükség, hogy felmérjék, milyen szakemberekre van szükségük a Tolna megyében működő vállalkozásoknak. Ez a munka már hónapok óta tart, a tapasztalatokat pedig felhasználják már a jövőre induló képzéseknél is. A kormányzat szándéka az, hogy megyei szinten stabilizálja a szakképzést, és nekünk az a dolgunk, hogy információkat gyűjtsünk arról, hogy mik ezek az igények. Hát, hogy lehet ezt begyűjteni? Egyrésztről vállalati kapcsolattartók járják a duális partnereinket, és gyűjtik be azokat az igényeket, amiket ők megfogalmaznak. Másrésztről nagyon sok olyan vállalkozói fórumon veszünk részt, ahol a beszélgetések során információhoz jutunk, mely cég, mely duális partner milyen igényeket fogalmaz meg. Ezek kapcsán úgy gondolom, hogy újra volt érdemes fogalmazni a céljainkat, át kellett struktúrálnunk a képzési palettánkat, hiszen nem egy kínálatvezérelt, hanem egy keresletvezérelt szakképzést kell mi szolgáljunk, hiszen mi szolgáltatunk, a duális partnereink igényeit kell kiszolgáljuk, illetve a gazdasági szereplők igényeit. Az a kérésünk és az elvárásunk az iskolákkal szemben, a saját intézményeinkről beszélek teljesen természetes módon, hogy ezt már ne a saját igényüknek megfelelően töltsék ki, hanem ebbe az idősávba tegyék be azokat a speciális vállalati igényeket, amit a képző partnereink, meg a környező gazdasági célban dolgozó cégek elvárásaiként jelennek meg. Ezeket kell ide speciálisan beépíteni. Nagyon-nagyon élesen tudják és erősen tudják megfogalmazni a cégek ezeket az igényeket. Erre még mozdulni kell, így leszünk szolgáltatók. Éppen ezért egyeztetnek folyamatosan már hónapok óta a Szakképzési Centrum vállalati kapcsolattartója Tolna megyében működő vállalkozásokkal. Ha villanyszerelőket képezünk, akkor nagyon sok esetben okosmérőket szerelnek már fel. Az okosmérők felszereléséhez egy nagyon rövid 30-50 órás képzési blokk kell, hogy a villanyszerelőknek megtanítsuk. Vagy ugyanezt tudnám mondani a vízvezetékszerelőkre is. Ilyen apróságokról beszélek, amik nagyon fontosak, de nagyon érdekesek mondjuk azok a dolgok, hogy hogyan tudunk olyan speciális igényre mozdulni, amik kifejezetten egy-egy cégnek az igénye. Azért ilyet is megfogalmaznak felénk a cégek, hogy egy-egy speciális igényt építsünk be. Ezeknek a feltérképezése van most, és ezeket tudjuk majd beépíteni a jövő évi, illetve hát pontosabban azokban a képzési programjainkban, amik a jövő szeptembertől indulnak. A Szekszárdi Szakképzési Centrumhoz tartozó mind a 9 iskolában újra kellett gondolni a képzési palettát, ennek eredményeként pedig racionalizálták az intézményekben folyó oktatást. Egyrésztről a párhuzamosságokat jellemzően megszüntettük. Ez egy fontos dolog, hiszen iskolát szervezni kell, azt finanszírozni kell, és azt gondolom, hogy egy helyre kellett húzni azokat a képzéseket, amik egy helyre vannak. Másodszorban újra gondoltuk azon a téren is, hogy a közös ágazati tartalmakat egy iskolában kell tanítani, ez is úgy gondolom, hogy financiális kérdés. A racionalizálás mellett innovatív tudáskészletet igénylő képzéseket is beépítettek a Szakképzési Centrum kínálatába, amik már a 2020-as tanévben is elindulnak. Hogy csak egyet mondjak, például egy egészen kúrás szakma, az alternatív gépjárműhajtási technikus az Adiban, ami villanyautós újonnan megfogalmazott igényekhez fog kapcsolódni. Azt gondolom, ennek az átalakításnak nem csak az iskolák lehetnek a nyertesei, hiszen sikeresebb lehet a beiskolázás, hanem nagyon nagyban tudunk alkalmazkodni a gazdasági szereplőkhöz is, akik kiszámítható munkaerőt fognak kapni, azáltal is, hogy új iskolatípusok jelennek meg a jövő évben. A felnőtt oktatás terén is a szakképzés országosan meghatározó intézményévé akar válni a Szekszárdi Szakképzési Centrum. A kormányzatnak az a stratégiája, hogy az első, illetve a második szakma még mindig ingyenes, és azért nagy tisztelettel várjuk az iskoláinkban jelentkezőket. Ezek a képzések, ezek ingyenesek, ezek a munka mellett elvégezhetők, a hétnek 2, esetleg 3 napján, este, illetve a szombati napján zajlanak.
Már megnyitottuk az online jelentkezési lehetőségünket a szexhdsc.hu oldalon keresztül, de a tagintézményeinkben is bekopogtatva személyesen is fognak tudni jelentkezni ezekre a képzésekre. Az egyik legmarkánsabb újdonság a szakképzés átalakításában az lesz, hogy jövőre már minden diák ösztöndíjat kap. A korszerű oktatáshoz korszerű iskolák és eszközök is kellenek, a szexhdi szakképzési centrum pedig ezen a téren is élen akar járni. Csak idén 450 millió forintot költöttek el iskolaépületek felújítására, jövőre pedig igazi 21. századi laborokat és oktatóműhelyeket alakítanak ki. Iskolabútorokat cserélünk, várhatóan január-februárban intézményenként jelentős számon tudunk iskolabútort cserélni. Ez egy következő nagyon fontos projektünk, és nagyon fontos, hogy folyamatosan újítjuk az eszközeinket, az oktatási eszközeinket, és hát január-február, egész pontosan januárra történik két okosteremnek a teljes körű berendezése, ami a robotikát, az elektronikát, 3D nyomtatást, virtualizációt tartalmaz. Ezeknek az eszközei már rendelkezésre állnak, a beszerelésük és a teremkialakítás vár még a jövő évre, januárra egész pontosan, és azt követően tudunk ebben már egy teljesen megújult oktatással menni. A szexhdi szakképzési centrumhoz tartozó 9 iskola közül most a szexhdi Ady Endre nevét viselőt újítják fel kívülről. Annak a B épületével a tervek szerint még idén elkészülnek a szakemberek.